Balzsamosztól jobb kezével ennyi fájó sebet kikönt be. Kigyújtatunk fényt a homályban, hogy benne járjunk mindörökbe. Te vagy olyan, a mi királyunk. Kelj fel a mi segítségünkre. A kezünket összetéve kérünk, adj vidulás beteg szívünkbe. Küldj valakit a te nevedben, rá milliók én várva várom. Kit profétáltál az atyádban, kőszabadító a világot. Alig hagyták el a napkeleti bölcsek Betlehem városát, három egészen másféle látogató közeledett a szent gyermekhez látogatni. Ezeknek nem voltak kísérői, feltűnés nélkül szinte láthatatlanul közeledtek. Tényleg, ezek voltak az utolsó házatok. Az emberek kíváncsisága leértetlen. Szegény szülők, most már jobban oda kell figyelnünk, hogy egy kicsit több nyugalmunk legyen. Mi az, hogy végig a kíváncsiskodóknak? Nézzétek, ahogy jön megint három. De nem is akármilyenek. Ami sok, az sok. Nézzétek, a bűnözés van közöttük. Hol van látszabban a kezem? És az ott valójában, és az ott kuszott hajáltam a félnében. Hát már is sokféle látogatóan volt itt. Ennyire nyomorúságosan eltudottam, és senki nem nézett. Gyertek, álljuk el az útjukat, nehogy eszünkbe jusson bemenni az istállóra. Mit kerestek itt, hiszen semmi nincsen látok. Ha azokra az ajándékokra gondolok, amit az előző három bölcs kapott. Szegény, vagy gazdag, szerencsétlen, vagy előkelő, vagy jól nevelt, vagy neveletlen, vagy őrült, idetlenkedő, gyanúsított. A gyermek senki tulajdona, még a miénk, szülőké sem. Engedjétek be őket! Még nem is olyan régen, ti is épp olyan szerencsétlenek voltatok, mint ez a három, mielőtt a gyermek elé léptetek, nem így van? Figyeljetek ide ti hárman! Te ott a koncos fejeddel, te a rongyaidban és te a láncodban. Mi gazdagon meg lettünk ajándékozva. Igen. Azt szeretnénk, hogy ti is érezzétek valamit ebből a bőségből. Ahogy kinézel, ez az aranyom a szükséged. Tudod belőle, mi van ott is a nekem van szakmám. Abból el tudom tartani a családomat, ezek nélkül, az aranyok nélkül is. A láncaidat nem tudom levenni, de ez a kenyő enyhítheti majd a fájdalmat, amit a lánc okozott. Pont ezt a tömjén, mert ha jól vagyok, talán nem megyek hozzá, hogy a bánatokat előzze, de egy kis részt itt majd elakadom. Nézzétek, minden drágaságot ajándékul. Igazából a gyermeké minden, és hogy pont ennek a háromnak. Köszönöm ezt a nagy lelkű ajándékot, de nézz rám! Ha valaki nálam aranyat lel, rögtön tolvajnak tart majd. Eddig másoknak bányáztam az aranyat a földből. Nekem sosem volt. Tartsd meg hát gyermekednek, mert nem sokára magadnak is szükséged lesz rá. A vallások és a filozófia világától jöttem, mert általuk bolondultam meg. Már nem hiszek semmiben. Elvesztettem az Isten. Mit csinálják hát a tömélye? Ez is csak felerősítene a kételkedésem, de Isten nem tudja helyettesíteni. Én már megszoktam a sebeimet. Érzéketlen és türelmes lettem. Tartsd meg a mirhát a gyermekednek, mert az fog neki is segíteni, egyszer kisebesedett kezei és lábai lesznek. József, József, miért vársz ilyen rettenetes ilyetartot? Nézd a gyermeket. Így fekszik, ragyogó, nyitott szemekkel. Ő mindent másképp érez, mint mi. Te nem az arany, mirhe és a tömény világából vagy. Éppen annyira, mint mi. Te a mi világunkban való vagy, ahol a szükség, aki a kételkedés lakozik. Ezért hozunk mi is valamit, amivel veled közösek vagyunk. Vedd a rongyaimat. Ezeket fogod majd egykor hordani, ha a te hájtat elveszik, és egyedül, mesztelenül maradsz.
Akkor gondolj majd rám. Vedd a láncaimat. Ezek neked is passzolni fognak, ha idősebb leszel. Majd valamikor rád teszik, amikor elvezetnek, akkor gondolj majd rám. Vedd a kételkedésemet, az istentelenségemet, hitetlenségemet. Egyedül nem bírom hordani. Túl nehéz nekem. Osszuk el. Vedd az egészet magadra. Ordítsd ki, és vidd Isten elé, hogyha te odáig jutsz majd akkor. Zavarjátok el őket, megátkozzák a gyermeket. József, csinálj valamit! Egek, Mária, a rongyok, a lánc, nem lehetőket kivenni a bölcsőből, olyan, mintha gyermekhez nyertek volna. József, nézd a gyermeket, nincs oda, mint a szemekkel figyelm. Megállás nélkül csak a láthatatok után. A nézése csak neki szól. Megtaláltuk azt a helyet, ahol terhelyeket felhattuk. Most már tudom, hogy ennél a gyermeknél minden jobb kezekben van. A kételkedés, a hitetlenség és az istentelenség. Most már biztosabb vagyok abban, hogy a mi nyomorult életünk behatárod, és valaki segít elhez volna. Szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütő erejére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus. Teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus. Milyen jót aludtam. Egy csoda ezután a bosszú, furcsa éjszaka után. Valóban, nagyon furcsa éjszaka volt, és sok mindent történt. Hosszú és nehéz volt az utazásunk. Aztán nem találtunk a városban sehol szállást. Bátortalanok voltunk és éhesek, amikor erre az istállóra akadtunk. És megérkezett a gyermek. Ezzel minden megváltozott. Illatok, fények, és a sok boldog látogató. Megajándékoztak bennünket, mert annyira örventek a mi gyermekünknek. A mi fiúknak. Olyan ez, mint egy álom. Ez az éj feláthatatlan kell, hogy maradjon. Én is ezt álmodtam eljel. Meséld el. Furcsa álom volt. Egy álom, más időben, egy teljesen ismeretlen világban. Rengeteg embert láttam. Kicsiket és nagyokat. És mind szomorú volt. És sohasem voltak elégedettek. Még jobb, még több, még drágább kellett. Az utcákon hatalmas forgalom volt. Majd, hogy átestek egymáson. Az árusok hangosan hirdették a boltokáikat. Ételt, italt kínáltak mindenfelől. Iszonyatos zene ömlött füleikben mindenhol. Ma itt karácsonyi zenének neveznek.
Valóban furcsa. És ez az idegesség, zűrzavar, a sok ajándék, mind csak azért, mert karácsonyra készülnek. Ők ünnepelnek azon az éjjel? Ez csodálatos, Mária! Gondolj rá, ez az ég feledhetetlen kell, hogy maradjon. De hát az emberek örömes, József. Az álmomban nem lehetnek. Úgy tűnt, mintha nem lenne idejük ünnepelni. Igazából csak ajándékot vettek, hogy másoknak örömet szerezzenek. És ezzel az ünnepléssel ünneplik a főszerzésük. Nem hiszem, hogy elfeledték volna az ünneplést, Mária. Nem hiszem, hogy elfeledték volna az ünneplést, Mária. Valamikor majd csak hozzájuk is visszatér az öröm. Úgy érted, ahogy mi is magunkat az utóbbi napokban nem kíméltünk, csak mentünk. Igen, mi is fáradtak voltunk és kedvtelenek. És egyáltalán nem örültünk. De megéltük ezt a csodákkal teli éjszakát. Körülöttünk világos lett. És ez a világosság, mint ezernyi kicsi kényesség, örömöt és szerencsét hozott. Nálunk karácsony lett. Szeretettel, békével teli. És egyszer az emberek is meg fogják ezt élni valamikor, amikor elérkezik hozzájuk is a karácsony fényessége évről évre.